Elkezdődött a dohány betakarítása. Ugyan érte aszály, majd jégeső is a növényt, a termés összességében ennek ellenére jó minőségű a megyében. Szívszorító és jogszabálysértő esetek. Egyre többször látni, hogy a kéregetők gyerekkel a kezükben koldulnak, vagy magát a kiskorút küldik az utcára. Fontos a megelőzés. A nagy tömegű szabadtéri rendezvények előtt 15 nappal kötelesek bejelenteni a szervezők a katasztrófa védelemnél az eseményt. Elkezdődött a dohány betakarítása. Ugyan érte aszály, majd jégeső is a növényt, a termés összességében ennek ellenére jó minőségű a megyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A felvásárlással sem lesz gond Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, tájékoztatotta a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke. Bényei Illés kiemelte, az OLT Magyarország ZRT a dohány nyíregyházi feldolgozását megszünteti, ám az év elején leszerződött dohánymennyiséget maradéktalanul felvásárolja a gazdáktól. Az idei év kedvezően indult a dohánytermesztőknek, ám a mostanra már beérett növény sok mindent átélt az elmúlt hónapokban. Késő tavasszal aszályos idő volt, július elején pedig jégeső pusztított Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Többek között emiatt a vártnál mintegy 300 tonnával kevesebb dohányt tudnak majd betakarítani. A természeti csapás mellett azonban gazdasági hátrány is érte a termelőket. Az OLT Magyarország ZRT, azaz a megye dohányfelvásárlója minden év elején szerződést köt a dohánnyal foglalkozó gazdákkal. Ez idén is így történt, ám kevesebb dohány átvételére szerződtek. Az OLT 2016 évben mintegy 20%-kal csökkentette a korábbi évekhez képest a szerződés mértékét. Ugyanakkor időközben ismerté vált az, hogy a cég vezetése a nyíregyházi fermentáló működtetését ebben az évben megszünteti, és várhatóan ez nem is fog újra beindulni. Ennek ellenére a leszerződött mennyiséget maradéktalanul felkívánja vásárolni az OLT. Ennek a feldolgozása Olaszországban fog megtörténni, és ígéreteik szerint a közeljövőben, hát ezt a közeljövőt legalább 2020-ig prognosztizálják, és mi bízunk benne, hogy utána is fennmarad ennek a térmértéknek a termeltetése és a felvásárlása. A kézi és gépi dohánytörések már megkezdődtek, az összegyűjtött Virginia leveleket általában mesterségesen szárítják, ezekben a gázfűtéses fémkamrákban általában egy hétig szárad a dohány. Ezt ellenőrzi Tóth Sándor termesztő is. Az ófehértói gazda közel 40 éve foglalkozik dohánnyal, jelenleg 150 hektáron termeszti a növényt, ez is az ő területe. A dohány levél minősége jó. Elég sok nap fényes órák is voltak, úgyhogy a beltartalom is jó, beépült a száraz anyag. Ahogy már most már szedünk ki száraz dohányt, úgy látjuk, hogy egész jó súlyok jönnek kifelé, tehát a száraz anyag beépült, minőség pedig jó. Tavaly 450 forint volt kilónként az átlag felvásárlási ára a dohánynak, idén is ilyen ára számítanak a gazdák. Szívszorító és jogszabálysértő esetek. Egyre többször látni, hogy a kéregetők gyerekkel a kezükben koldulnak, vagy magát a kiskorút küldik az utcára. Ha ilyet észlel valaki, legelőször a gyermekjóléti szolgálatot vagy a rendőrséget értesítse. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyámügyi főosztályvezető helyettes azt mondta televíziónknak, a gyermek nagyfokú veszélyeztetettsége esetén hatósági eljárást indíthatnak, és akár a családból is kiemelhetik a gyermeket. Egyre gyakoribb, hogy gyermeket kényszerítenek, kérnek koldulásra, mint ezt a kisfiút Nyíregyháza belvárosában. Egy harmonika, egy kis muzsikálás, kölyök kutya a kis szék mellett, és az emberek aprói megcsörrennek a kihelyezett gyűjtőedényben. Az ilyen esetek sokakat felháborítanak. Az a véleményem, hogy ez egy abszurd nonsense helyzet, hát ilyet nem lehet megcsinálni. A szülei hol vannak? Kirakják itt zenélni a kisfiút, hogy jobban pénzhez jussanak, meg ez őt sem, úgy nem őt illeti ez a pénz. És van 30 fok meleg.
ebbe persze, ezt hozzáteszem ebbe a melegbe, hát erre nem lehet mit mondani. Felháborodásom, hát ez borzasztó. Hát erre nem, te nekem is gyermekem van, ugyebár, hát a szívem megszakad. A sírás jön az ember, egy ilyet meglát, de még hozzátesznek egy kiskutyát is. Hát, ha még azzal még jobban imponál. Hát ez borzasztó. A kolduló gyermek látványa több kérdést is felvet, ha ilyet lát valaki, legelőször a gyermekjóléti szolgálatot vagy a rendőrséget értesítse. A kormányhivatal gyámügyi és igazságügyi főosztályvezető helyettese kérdésünkre elmondta, a gyermekvédelem észlelő és jelzőrendszere jól működik. Egy gyermek veszélyeztetettségéről többek között védőnők, oktatásnevelési intézmények, a rendőrség vagy akár a gyermekjóléti szolgálatok is értesítik őket. Akár családgondozás is elrendelhető, súlyosabb esetben hatósági eljárás is indítható. Abban az esetben, hogyha a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi a veszélyeztetettség miatt a hatósági eljárást, akkor a gyámhivatal mérlegeli, hogy milyen súlyú ez a veszélyeztetettség, ettől függően teszi meg a szükséges hatósági intézkedést. Abban az esetben, hogyha szerinte nem szükséges hatósági intézkedés, akkor megszünteti az eljárást, esetleg alapellátásra hívja fel a gyermekjóléti szolgálatot. Hogyha kisebb fokú veszélyeztetettségről van szó, de már szükséges hatósági eljárás, akkor védelembevételre kerül sor, a gyerek marad a családjában, de magatartási szabályokat írnak elő a gyerek, illetőleg a szülők számára is, és abban az esetben, hogyha olyan fokú a veszélyeztetettség, ami a családból történő kiemelését igényli a gyerekeknek, akkor ideiglenes hatállyal lehelyezi, vagy pedig egyből nevelésbe veszi a gyereket. A főosztályvezető helyettes hozzátette, térségünkben nem jellemző a gyermekkoldulás, ha van is ilyen, legtöbbször határon túli szegényebb családokhoz köthető a szabálysértés. Úgy tudjuk, a nyíregyházi harmonikás kisfiú sem magyar állampolgár volt. Paprikába rejtett kábítószerre bukkantak a megyei nyomozók. A dílereket Kisvárdán fogták el egy parkolóban. Két ukrán állampolgárságú férfit akkor értek tetten, amikor a külföldön élő gyanúsított 541 g amfetamin gyanús port adott át egy helyben lakónak. A kisebb adagokban bezacskózott kábítószert zöld paprikába töltve és festékes vödörben rejtették el. A harmadik magyar állampolgárságú feltételezett bűntársat Jékely lakásán fogták el, még aznap a rendőrök. Az ő lakásában további mintegy 100 g kábítószer gyanús port és 33 g növényi örlemény találtak. A gyanúsítottakat őrizetbe vették. A nagy tömegű szabadtéri rendezvények előtt 15 nappal kötelesek bejelenteni a szervezők a katasztrófa védelemnél az eseményt, hogy a szakemberek felkészüljenek az esetleges segítségnyújtásra. Ez is elhangzott azon a fórumon, amelyet önkormányzatoknak és rendezvényszervezőknek tartottak a szabadtéri fesztiválokhoz kapcsolódó biztonsági előírásokról a katasztrófa védelem munkatársai Nyíregyházán. A nyár a fesztiválok, szabadtéri rendezvények időszaka, ám emellett a rendkívüli hirtelen jött extrém nyári időjárási körülmények is ezeket zavarják meg a leginkább. A szervezőknek és a hatóságnak is fontos felkészülni minden körülményre a szabadtéri rendezvényeken résztvevők biztonsága érdekében. A katasztrófavédelmi kirendeltséggel nagyon jó és szoros kapcsolatban vagyunk, hisz minden rendezvénynek egyik fő szempontja az, hogy a kilátogató városlakók, illetve turisták azon kívül, hogy jól érezzék magukat, biztonságos környezetben legyenek, illetve ne legyenek olyan veszélytényezőknek kitéve, amely a szórakozásokat gátolnák. Az 1000 főt vagy az 5000 négyzetméter területet meghaladó szabadtéri rendezvények esetében a bejelentési kötelezettség mellett többek között megfelelő számú biztonsági személyzetet kell biztosítani. A rendezvény előtt tájékoztatni kell a résztvevőket a kialakított menekülési útvonalakról, meghatározott számú és méretű tűzoltókészüléket kell elhelyezni, és például esti rendezvényeknél a közlekedési útvonalak megvilágításáról is gondoskodni kell. Most augusztus 20-a előtt vagyunk, számos településen ilyenkor a pirotechnikai eszközök felhasználásával ünneplik az államalapítás évfordulóját, és ezeknél a rendezvényeknél egyébként külön bejelentési kötelezettséggel kell, hogy éljenek, amellett például mondjuk, ha nem tartanak fesztivált, de egy olyan mértékű pirotechnikai felhasználással történik az augusztus 20-ai ünnep, amely már ezt indokolja. Ilyenkor mindig a hatósági osztály kimegy, ellenőrzi ezeket a településeket, a rendezvényeket, illetve a nagyobb tűzijátékok esetén egyébként az adott érintett település tűzoltósága pedig a tűzijátékot magát biztosítja. A fórumon elhangzott, a tapasztalatok szerint a szervezők általában eleget tesznek a bejelentési kötelezettségeiknek, amelyet a megye 4 katasztrófavédelmi kirendeltségén tehetnek meg.
Több mint 20 millió forint éves bevételtől esett el Levelek önkormányzata a helyi horgászok szerint azzal, hogy a halastó gazdasági hasznosítási joga megváltozott. Hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet Halmi József, a Magyar Szocialista Párt megyei alelnöke tartott Nyíregyházán. A politikus elmondta, Levelek, valamint a megye érdekei sérültek azzal, hogy egy a településtől független cég kapta meg ezeket a jogokat. Mi ellenzéki politikusok, és a falu is, és a horgászok is mutyiról beszélnek. Miért volt érdeke a Leveleki önkormányzatnak nem háborúzni, harcolni ezért? Mert ez egy olyan érték, ami az ő közigazgatási területén van, egy része természetesen, mert apadnak is van, amiért harcolni kellene. És a három pályázó volt információk szerint, abból megnyerte egy nem Levelekhez kötődő KFT, ami állítólag előtte alakult meg. Jelentős anyagi kárral járt az a baleset, amely ma reggel kevéssel 7 óra után történt az M3-as autópályán a Kálmánházi pihenő közelében. Egy Budapest felé haladó szlovák rendszámú kisbusz vezetője elvesztette uralmát a jármű fölött, amely a baloldali szalagkorlátnak ütközött. Személyi sérülés nem történt, a baleset körülményeit az autópályarendőrség vizsgálja. Szkíta leletek a hónap műtárgyai a Nyíregyházi Józsa András Múzeumban. Ezeket hamarosan bemutatjuk Önöknek, előtte nézzük a híradó további témáit. A bennmaradást megcélozva készül a férfi kézilabda NB1B rajtjára az újonc tiszavasvári férfi kézilabda csapat. Türk Ferenc együttese 11 edzőmeccset játszik a nyitófordulóig, amelyben a Sziget-Szent Miklós látogat Tiszavasváriba. Újoncként készül a labdarúgó megyei első osztály szombati rajtjára a Vásárosnamény. A továbbra is Tivadar András által irányított együttesnél nem volt jelentős játékos mozgás a holt szezonban. A naményiak a nyitófordulóban a szintén újonc Balkányt fogadják. Két lándzsa hegy és egy jellegzetes szkíta harcifokos került elő egy tiszadobi ásatáson még az 1960-as években. A leltár könyvi bejegyzések a tárgyak leírásán kívül más információval nem szolgálnak, ám vélhetően egy szkíta temető sírleletei lehettek a fegyverek, amelyek most a hónap műtárgyai a Nyíregyházi Józsa András Múzeumban. A régészeti leletek és a történeti források tanúsága szerint a szkíta népcsoportok a Krisztus előtti 7. század folyamán telepedtek le az Alföldön, s az itt élt lakossággal együtt új kultúrát alakítottak ki. Hozzájuk köthető a fazekas korong megjelenése és a bronzművesség elterjedése, valamint a vas nagyobb arányú használata. Az akkori kovácsmesterek a lószerszámok egyes darabjait és fegyvereket is készítettek az új fémből. A szkítákról szinte mindent megtudhatnak az érdeklődők a Józsa András Múzeumban. Elég sok mindent tudunk róluk, nem csak a tárgyi hagyatékukról, a régészeti kutatás általában a tárgyi emlékekkel foglalkozik, viszont ez az az időszak, amikor már vannak írásos források is, ugye a bizánci források is megemlékeznek róluk. Ezek egyébként Hérodotoszra mennek vissza, ugye aki a Krisztus előtti 5. században élt, és akkor őtől elég sok mindent tudunk, tehát a gazdálkodásukról is, vagy illetve hát ami nekünk itt konkrét, ugye ezek a tárgyi emlékek, ugye a temetkezések, illetve a település ásatásoknak a leletei. Hát amit fontos lenne elmondani, hogy a vaskor, ugye ez velük ezekkel a preszkítákkal és szkítákkal kezdődik el, tehát ez a tulajdonképpeni korai és középső vaskort jelöli. A Nyíregyházi Múzeum minden hónapban új vagy éppen régi műtárgyakat állít ki aulájában, most szkíta fegyvereket láthatnak a látogatók. Ezek tiszadobon kerültek elő, ezek igazából régebben kerültek be, sajnos az előkerülési körülményekről nem tudunk semmit, mert a leltárkönyvi tanúság szerint csak annyi van, hogy szkíta leletek, ez ugye látszik is a régész számmal elég egyértelmű, de nem tudunk az előkerülésükről igazából semmit, ez két lándzsahegy, és egy jellegzetes szkíta harcifokos, ezek szintén vasból készült fegyverek. A kiállított fegyverek vélhetően egy szkíta temető sírleletei lehettek. A bennmaradást megcélozva készül a férfi kézilabda NB1B rajtjára az újonc tiszavasvári férfi kézilabda csapat. Türk Ferenc együttese 11 edzőmeccset játszik a nyitófordulóig, amelyben a Sziget-Szent Miklós látogat Tiszavasváriba.
A biztos bennmaradást, a maximum a középmezőnyt megcélozva vágott neki tavaly az NB2-nek a tiszavasvári férfi kézilabda csapat. Türk Ferenc tanítványai azonban a vártnál lényegesen jobban teljesítettek, olyannyira, hogy az együttes megnyerte a bajnokságot és feljutott az NB1B-be. Némi hezitálás után a város és az egyesület vezetői, valamint a támogatók úgy döntöttek, hogy a játékosok fejlődés érdekében megteremtik a másodosztályú indulás feltételeit. Bár a költségvetés meglehetősen szűkös, új játékosokat is sikerült szerződtetnie az újoncnak. Volt egy pár hiányposztunk itt. Elsősorban a vonalon lévő játékosok, tehát a beállóról, akik ugye kettős igazolással volt csak játékosunk. Széleken néha kényszermegoldást kellett választanunk, tehát távoli zónából veszélyes játékos is kellett, mert ugye NB2-ben elég volt, amit csináltunk, de itt valószínűleg nem lesz elég. Úgyhogy még alakulóban vagyunk most is. Sikerült a kettős igazolással lévő játékosaink közül a Dobos Balást megtartani. A Hajdúböszörményből egy fiatal, tehetséges átlövő, aki védekezésben is számít, a Fein Zolit sikerült leigazolnunk, valamint Balmazújvárossal kötöttünk egy olyan szerződést, amiben igazándiból, akik ott tehetségesek, de nem férnek fel az első osztályú játékosok közé, de ott dolgoznak, ott edzenek, ide kettős játékengedéllyel sikerült őket igazolnunk. Balmazújvárosból Nagy Ádám, Zsigmond Gergely, Bagi István, Király Dániel, Veres Imre és Teleki Levente érkezett Tiszavasváriba. A régóta a csapat kötelékébe tartozó Benyusz Kende szerint meg tudnak majd kapaszkodni az NB1B-ben. A közösségünk az továbbra is úgy gondolom, hogy nagyon jó lesz. Játékos állományilag remélem. Sőt, azért biztos vagyok benne, hogy egy bennmaradást meg tudunk célozni nyugodt szívvel. A Tiszavasvári összesen 11 edzőmeccset játszik a bajnoki rajtig. Augusztus végén egy balmazújvárosi tornán élvonalbeli csapatok ellen is pályára lép Türk Ferenc együttese. A vasváriak a nyitófordulóban szeptember 10-én a Sziget-Szent Miklós fogadják. Újoncként készül a labdarúgó megyei első osztály szombati rajtjára a Vásárosnamény. A továbbra is Tivadar András által irányított együttesnél nem volt jelentős játékos mozgás a holt szezonban. A naményiak a nyitófordulóban, ha szintén újonc Balkányt fogadják. 2004-ben, még az NB3 Tisza csoportjának negyedik helyén zárta a bajnokságot a Vásárosnamény, aztán viszont megszűnt a nagypályás foci, sőt még a pálya is a városban. 2011-ben a megyei harmadosztályban kezdte újra az újjászervezett együttes, ahonnan azonnal feljebb is lépett. A legutóbbi szezonnak már a bajnoki címet megcélozva vágott neki a csapat, és végül 12 pont előnnyel végeztek a Kelet-Magyarország csoport élén Tivadar András tanítványai. A feljutást követően az edző és a játékosok is maradtak, így gyakorlatilag változatlan csapat vág neki a megyei első osztályú bajnokságnak. Mi arra építünk, hogy vásárosnaményiak és környékbeli beregi fiúk alkossák a csapatunkat. Mindenképpen bizalmat szavazunk annak a keretnek, aki kivívta a feljutást, hiszen mélyről jöttünk, megye 3-ból, majd megye 2 néhány évig, és most pedig végre ott vagyunk, ahol szerintem méltó helyünk van. A csapat összességében inkább a februári időszakban, januárban erősödött, akkor tért haza Fejes János, Bancsi Gábor, illetve Barta Ferenc Tarpáról. Ferinek vissza kellett mennie állomás helyére, viszont Lizák Bencét Beregdarócról és Zán Bencét Kisvárdáról hoztuk úgymond haza, hiszen a beregdaróci fiús félig mindig most már Vásárosnaménynak tekinthető. Én azt hiszem, hogy elől jók leszünk, hátul pedig nagyon kell figyelni a csapatnak, hiszen a megye egy az mégiscsak megye egy. Az elnök szerint nem csak a játékosok, hanem a szurkolók is várják a megyei első osztályú meccseket, amelyeken veretes múltú csapatokkal mérheti majd össze tudását a Vásárosnaményi együttes. Azért egy Bakta Vásárosnamény, vagy egy Fehérgyarmat Vásárosnamény, Máté Szalka Vásárosnamény, ezek mind olyan meccsek, amelyek presztízs meccsnek tekinthetőek, és a szurkolótáborok is figyelnek egymásra, sportszerű, a fair play szellemében zajló eseményeket, és nagyon jó meccseket várunk ettől a szezontól. A Vásárosnamény a nyitófordulóban a szintén újonc Balkányt fogadja. A további párosítása következő: Bakta Lórendháza Nyírgyulaj, Nagyecsed Ibrány, Nagyhalász Máté Szalka, Gyulaháza Tiszavasvári, Szakoly Mándok, Rakamasz Tuzsér és Fehérgyarmat Sényő. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Elkezdődött a dohány betakarítása. Ugyan érte aszály, majd jégeső is a növényt, a termés összességében ennek ellenére jó minőségű. A felvásárlással sem lesz gond Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, tájékoztatott a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke.
Bényei Illés kiemelte, az ULT Magyarország ZRT a dohány nyíregyházi feldolgozását megszünteti, ám az év elején leszerződött dohánymennyiséget maradéktalanul felvásárolja a gazdáktól. Szívszorító és jogszabálysértő esetek. Egyre többször látni, hogy a kéregetők gyerekkel a kezükben koldulnak, vagy magát a kiskorút küldik az utcára. Ha ilyet észlel valaki, legelőször a gyermekjóléti szolgálatot vagy a rendőrséget értesítse. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyámügyi főosztályvezető helyettes azt mondta televíziónknak, a gyermek nagyfokú veszélyeztetettsége esetén hatósági eljárást indíthatnak, és akár a családból is kiemelhetik a gyermeket. A nagy tömegű szabadtéri rendezvények előtt 15 nappal kötelesek bejelenteni a szervezők a katasztrófa védelemnél az eseményt, hogy a szakemberek felkészüljenek az esetleges segítségnyújtásra. Ez is elhangzott azon a fórumon, amelyet önkormányzatoknak és rendezvényszervezőknek tartottak a szabadtéri fesztiválokhoz kapcsolódó biztonsági előírásokról a katasztrófa védelem munkatársai Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 10-én szerdán. Friss hírekkel holnap este is jelentkezünk, látogassák addig is honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, többfelé esővel, záporral. Hullámzó hidegfront érte el a Kárpát-medencét, amely csak lassan vonul kelet felé. Változékony, szeles, hűvös időt okoz, több helyütt csapadékkal. Éjjel többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, eső, zápor várható. A nyugati, majd az északira forduló szél megélénkül, időnként megerősödik. Reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap csak az esti órákban szakadozik fel a felhőzet, addig erősen felhős idő várható. Eső, zápor még több helyen előfordul, esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutára 18 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A nap UVB sugárzásának erőssége 11 és 15 óra között is mérsékelt marad. A következő napokban egy anticiklon peremén nedvesebb léghullámok csak súrolják térségünket. Általában több órás napsütésre van kilátás, helyenként erősebben megnövekvő komoly felhőzettel. Néhol valószínű kisebb eső, zápor, illetve zivatar. A minimum hőmérséklet lényegesen nem változik, ugyanakkor fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Ha lőrinc vértanú napján szép az idő, jó lesz a bor és szép az ősz. A népi regulák szerint lőrinckor fordul az idő, ha e napon esik, rossz lesz a dinnye, különösen a sárga.